A kristálygolyó. Élt egyszer egy boszorkány, annak volt 3 fia. Jó testvérek voltak, szerették egymást, jól bántak az anyjukkal is, de az nem bízott bennük. Attól tartott, hogy valami rosszat forralnak ellene, meg akarják fosztani a hatalmától. Ezért a legnagyobbikat átváltoztatta sassá. A középsőt meg cethallá. A sasnak egy sziklaormon kellett laknia, néha látni lehetett, amint nagyokat kőröz vele meg az égen. A középső, akit cethallá varázsolt, a tenger mélyén élt. Időnként fölúszott a felszínre, és egy-egy hatalmas vízsugarat lövelt a magasba. A harmadik fiú félt, hogy az anyja végül őt is valamilyen állattá varázsolja, medvévé vagy farkassá talán, ezért egy szép napon titokban elment a háztól. Hallott már róla nem egyszer, hogy az arany nap kastélyban egy elátkozott királylány várja a szabadulását, de aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. 23 ifjú már odaveszett. Még egy 24. próbát tehet, de utána többé senki. Ha az is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok. A fiú nem ismert félelmet. Nincs én nekem most már sem apám, sem anyám, mondta, mit veszthetek ezen a világon. Azzal útnak indult, hogy megkeresse az aranynap kastélyát. Jó ideje járt már a világban, de csak nem akadt rá. Vándorútján egyszer betévedt egy rengeteg erdőbe, és sehogy sem talált kiutat belőle. Ahogy ott tévejgett, egyszer csak megpillantott a távolban 2 óriást. Nagyban veszekedtek, ráncigálták, taszigálták egymást. Nem szégyelitek magatokat? Szólt rájuk mérgesen, amint a közelükbe ért. Ilyen nagy golyhok és úgy húzakodnak, mint a vásott kölykök. Egy kalapért tusakodunk, felelték az óriások. Nem tudjuk eldönteni, melyikünké legyen. Egyforma erősek vagyunk, egyikünk sem bírja legyőzni a másikat. Ti kis emberek, okosabbak vagytok nálunk. Azért rád bízzuk, te tégy közöttünk igazságot. Képesek vagytok veszekedni egy ócska kalapon? Kérdezte csodálkozva a fiú. Ezt csak azért mondod, mert nem tudod, miféle jószág ez, felelték neki. Tudd meg, hogy ez csodakalap. Aki a fejére teszik, oda kívánkozhatik, ahova éppen kedve tartja, s azon nyomban ott is terem. Nem bánom, elvállalom a bíráskodást, mondta a fiú. Adjátok ide az ócskaságot. Én valamicskét odébb megyek, aztán ha füttyentek, fussatok versenyt hozzám. Aki előbb odaér, azé lesz a kalap. Az óriásoknak tetszett a dolog. A fiú megföltette a kalapot és elindult, közben azonban egyre csak a király kisasszony járta az eszében. Megfeledkezett az óriásokról, csak ment-ment és egyre beljebb került a vadonba. Aztán egyszer csak nagyot sóhajtott, mert olyan nehéz volt a szíve, mintha olmot vinne a mellében, és azt mondta. Bár csak az aranynap kastélyban lehetnék, abban a szempillanatban egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtte az aranynap kastélyának a kapuja. A fiú benyitott, átvágott az udvaron, fősietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, még csak az utolsó szobában rá nem talált a királylányra. De hogy megijedt tőle, amikor meglátta? Hogy ne ijedt volna meg, hiszen azt hallotta, nincs nála szebb lánya világon, és most mit látott? Egy hamuszürke arcú, ráncos bőrű, zavaros szemű, kócos csúfságot. Te volnál a világhíres, világszép királylány, kiáltotta. Ez, amit látsz, nem az igazi alakom, felelte a királylány, de emberfia csak ebben a rút formában láthat. Hanem ha kíváncsi vagy rá, milyen vagyok valójában, nézz ebbe a tükörbe, ez nem hazudik. Megmutatja neked az igazi képemet. Azzal egy tükröt adott a kezébe. A fiú belenézett, és még a lélegzete is elállt attól, amit megpillantott benne. Ott ült előtte a világ legeslegszebb lánya, kezét ölébe ejtette, és az arcán csorogtak a könnyek. Minden veszedelmet vállalok, érted? Csak mondd meg, hogyan szabadíthatlak meg, kiáltotta az ifjú. Aki megszerzi a kristálygolyót és fölmutatja a varázslónak, megtöri vele az átkot, és én visszanyerem igazi alakomat, felelte a királylány.
De ki tudná azt a golyót megszerezni? Sokan megpróbálták már, de mind rajta vesztettek. Te még fiatal vagy, fáj a szívem, érted? Inkább tégy le a szándékodról, és élj boldogul. Nélküled úgysem volna nekem élet az élet, felelte az ifjú. Ne is akar lebeszélni, hiába volna. Inkább azt mondd meg, mit kell tennem. Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátásra, mondta a királylány. Annak a hegynek a tövében, amelyikben ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbölény, azzal meg kell küzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, míg rá nem kényszerítik. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga is, meg a kristálygolyó is a tűzben. Akkor aztán kárba veszed minden fáradtságod. Nincs az a fáradtság, amit én el nem viselnék, érted? Szólt az ifjú, és lesietett a hegyről a forráshoz. A forrás vize lágyan csobogott, s ott feküdt mellette a lombok alatt a bölény, és őrizte. Már messziről meglátta a fiút, fölállt, elbődült, és fújtatva neki rontott. Sokáig küzdöttek, míg végül a fiú markolatig döfte kardját a szörnyetek szívébe. A bölény lehanyatlott, abban a pillanatban fölrepült belőle a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, s ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijedtében elejtette a tojást. De a tojás nem a tengerbe esett, hanem a tenger partján egy halász kunyhó tetejére. A náttető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, hanem amikor hirtelen hegynyi hullámokat vetett a tenger, a habjai átcsaptak a kunyhón, és eloltották a tüzet. A fiú kisebbik bátyja, a cethal úszott oda, az korbácsolta föl a vizet. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felpattogzott, ahogy a forró héjára rázódult a hideg tengervíz. A fiú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és felmutatta neki. Megtörted a hatalmamat, mondta a varázsló. Mostantól fogva te vagy az aranynap kastélyának a királya, és tudd meg, hogy ebben a szent pillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberré. A fiú sietett a királylányhoz, az már kint várta az aranynap kastélyának tornácán. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején, de se gyöngy, se gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklőbb a mosolyánál. S ott nyomban gyűrűt is cseréltek.